székelyudvarhelyi könyvünnep előzményének az tekinthető, hogy egykor a városi önkormányzat 2021-et a könyv évének nyilvánította Udvarhelyen. Az akkori rendezvény sorozat egyik kiemelkedő pontja a könyvvásár volt, amelynek folytatása immár ünneppé áthangolva és a városi könyvtárban megszervezve 2022. novemberében következett. Mindezekről Szőcs Endre számolt be, aki még november közepén nem csak a székelyudvarhelyi városi könyvtár igazgatójaként, hanem a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökeként is vehette át Budapesten a Magyar Országgyűlési Könyvtár szakmai támogatásáért járó Nagy Miklós díjat. Mint minden díjazás, ugye a díjazat számára elsősorban ő van előtérben. De gondolom, hogy nem kell mondanom, hogy ahhoz, hogy én ezt a díjat megkaphattam, ahhoz nagyon sok embernek a munkája kellett. És örömmel látom azt, hogy a munkánkat, az itt a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban kifejtett tevékenységünket nem csak a közvetlen környezetünk látja és tapasztalja, hanem eljutott hírunk messzebb vidékre is és határon túlra is. És igazán ez egy szakmai elismerés. Úgy érzem, hogy az az út, amit a Székelyudvarhelyi Könyvtár kitűzött célul, amit követ, az jó. Mások is úgy látják, hogy jó, és hogy ezt kell kövessük a későbbiekben is. Mi ez az út? Az, hogy a hagyományos értelemben vett könyvtár, ami a 90-es évek és azt megelőző időszakban volt, amikor az olvasók csupán a könyvér, akár kölcsönzés, akár olvasás céljából jöttek be, vagy akár csupán információszerzés céljából jöttek be, az egy picit megváltozott. Tehát az a csendes könyvtár, az, ahol mindig csendre és rendre utasítottak, úgymond, hogy ne zavarjunk másokat, az ma már egy közösségi tér, az ma már egy olyan tér, amit kicsitől nagyig, időstől fiatalig bárki használhat, értelmesen szükségszerűen jól töltheti el itt a szabadidejét, felüdülhet, de ugyanakkor hozzáfér a legújabb kiadványokhoz, hozzáfér olyan információkhoz, amik ugye elektronikus vagy digitális formában terjednek, és ugyanakkor, ha kell, akkor szórakozik is tartalmasan. A magyar könyvtermelés e sajátos kóstolóján mind a programok szervezői, mind pedig stábunk számára kézenfekvő ötletként tűnt fel, hogy a könyvünnepen megjelenülő székelyudvarhelyi vonatkozásokat hozzuk kissé előtérbe. De nem pusztán könyvszerzők és könyvkiadók kaptak meghívást, hiszen például a 25. életévét 2022. októberében betöltött Székelyföld című kulturális havilap mellett e periódikum szerkesztői az elmúlt negyed században igen számos könyvet is kiadtak. Az udvarhelyi születésű Zsidó Ferenc a Székelyföldnek 2020 óta főszerkesztője. Itt most Udvarhelyen adta magát, hogy akkor az udvarhelyi széki szerzők közül szólítunk meg néhányat. Lőrinc Györgyöt hívtam, aki régi alapszerzője a Székelyföldnek, és külső munkatársa is. Simó Mártont, aki szintén mondhatni a kezdetektől ott volt a Székelyföld mellett, és most is rendszeres szerzője. Balázs K. Attilát, aki 2000-ben közölt első ízben, az is már 22 éve volt, Balázs K. Attila székelykeresztúri, és Bálint Tamást, aki Udvarhelyen él, ő 2007 óta közöl a Székelyföldben, és akkor egy picit azt néztük meg, hogy egy udvarhelyi széki szelete milyen a Székelyföldnek. Nyilván ugyanígy megvan a csíkszéki szelete is, ugyanilyen erős, vagy ugyanilyen színes szerzőgárdával, meg a háromszéki szelete is, vagy sorolhatnám, mert elég hangsúlyosan jelen vagyunk mindenhol, és nyilván nem csak a Székelyföldön, hogyha a lapnak a teljes anyagát nézzük, akkor elmondhatom, hogy a Szép Irodalmi Rovat az hangsúlyosan nem csak székelyföldi, hanem igyekszik minél tágabbra nyitni azt a bizonyos képzeletbeli ollót és az egész Kárpát-medence szerzőit megjelentetni.
most az elmúlt hónapok irodalmi anyagát nézve kétharmada nem székelyföldi az itteni, tehát az irodalmi rovat szerzőinek. A többi rovatokban, tehát a néprajzrovat, a történelem, az oral history, az irattár, tehát a tudományos rovatok és a tudományos anyagok, azok viszont hangsúlyosan székelyföldiek. Ettől válik a Székelyföld székelyföldivé, hogy van egy kifele kacsingató irodalmi rovata, ami ilyen nagykövet-szerű, és akkor van a többi rovatok, azok inkább hangsúlyosan a régió aktuális társadalmi problémáit járják körül. Az fontos, hogy mi figyeljük könyvtárosokként azt, hogy ki az a szerző, akit a leginkább olvasnak, a leginkább szeretnek. A népszerűség az ilyen szempontból szerepet játszott, ugyanakkor a helyi szerzőket mindenképpen szerettük volna, hiszen ők a miénk, és sok helybéli nem is ismeri, nem is tudja, hogy ki a mi költőink, mi íróink, akár udvarhely szinten, akár udvarhely széken. És hogy színes legyen, minél színesebb. Gyerekeknek szólót is, ezt idén sajnos csak egyet sikerült gyerekszerzőt elhívni, de minél színesebb legyen a paletta. Az Iker az úgy kapcsolódik a többi regényemhez, vagy novelláimhoz, hogy nagyjából ugyanezeken a helyszíneken zajlik. Tehát nem az igazi Székelyföldön, nem az igazi városokban, hanem egy Várhely nevű településen, egy Marosbecs nevű településen, Kadácsfalva nevű településen, illetve Oltpadon, ami akár Csíkszeredát is takarhatja. Ugyanazok a sorsok, nagyjából ugyanazok az emberek. Épp egyik régi olvasom és kritikusom mondta múltkor, hogy te mindig ugyanazt a regényt írod. Hát igen, mert a hősök átvándorolnak. Nyilvánvaló, hogy a helyszínek is, a szituációk is átvándorolnak. Az Iker, hát amint a címe is utal rá, egy ikerpárnak a története, akihez egy harmadik testvér is csatlakozik a maga sorsával, a maga életrajzával. Ezek 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek történéseit, illetve a rendszerváltás utáni időszakot is érintik, feldolgozzák, fél évszázad nagyjából. Ha visszanézünk az irodalom történetre, akkor szinte minden jelentős nagy írónk, regényírónk publicista is volt. Ezek olyan új gyakorlatok. Van egy téma, amit egy 4-5 ezres leütést tartalmazó jegyzetben nem lehet kibontani, csak érinteni lehet. Ez olyan, mint egy prédikáció a szószékről, hogy a hívek utána el kell gondolkozzanak. Lehet, hogy hazamennek a templomból és megkérdi a ott részt nem vevő családtak, hogy na, mit mondott a pap? És akkor elkezd gondolkodni, vagy tudja, vagy nem tudja. Legtöbb esetben azt mondják, hogy jól megszitta azt, aki ott volt. Hát én is, mikor jegyzetet írok, akkor megpróbálom megszidni azt a napi olvasót, viszont ami kimarad belőle, az bekívánkozik a regényeknek a testébe. Merem állítani, hogy ez a feszes publicisztika írás, ez a hétről hétre megismétlődő kérés fegyelmezettebbé teszi az embert. Vissza kell egy kicsit hátrálni az időbe, egészen 90-ig, 1990-ig, akkor édesapámat nyugdíjba küldték a bányából, akkor volt ő 48 éves. Valamit kellett kezdeni a bányászokkal, és ez volt a legegyszerűbb módja, hogy megszabadulhassanak tőlük, hogy idő előtt nyugdíjba küldték őket. Ez eddig rendben is volna, de hát aztán jött egy iszonyatos infláció, amikor az a nyugdíj nem volt elég gyakorlatilag semmire. Tehát nem csak a család megélhetéséhez, a otthon lövétén, hanem ugye a húgom Székelyudvarhelyen volt a
a tanítóképzőbe, én meg Kolozsváron, valamit csinálni kellett. És akkor ő is kijárt dolgozni Magyarországra, meg hát én is néha-néha egyetemi éveim alatt egy-egy hónapra nyáron kimentem fekete munkásnak. És történt, ami történt, de a második kötetem után úgy éreztem, hogy ezzel kezdenem kell valamit ezzel a témával. Nagyon érdekes és nagyon fontos témának gondoltam már akkor is a 2000-es évek elején. Meg is jelent néhány vers ebből a ciklusból, csak nem voltam elégedett velük. Rímes, ritmusos versek voltak, aféle dupla szonettek, de hát egy fekete munkás nem beszél a musokba, és nem feltétlenül használ rímeket. Aztán közben jött még egy másik magánéleti történet is, indiferens, hogy micsoda. A lényeg az, hogy szinte 20 évig elnapolódott ennek a témának a feldolgozása részemről. És 2018-ban volt egy pályázati lehetőség, a Magyar Művészeti Akadémia kiírt egy 3 éves ösztöndíjpályázatot, és akkor úgy éreztem, hogy itt az ideje benyújtani egy ilyen projektet, az ösztöndíjat megkaptam, és akkor muszáj volt megírni. Valamivel el kellett számolni, muszáj volt megírnia ezt a történetet, és én már a megjelenés után egy év után azt mondhatom, hogy a közönségnek is tetszik. Ez tulajdonképpen a 7. kötetem sorrendben, és a 2. tárca kötetem. Tehát 7 esztendeje, hogy dolgozom a Magyar Nemzet hétvégi mellékletének, ugye az külön szerkesztőséggel működik, a Lugas, és az odaírt tárcák annyira összegyűltek, hogy könyv után kiáltottak. Így 2019-ben jelent meg az első kötet, és most jött el az ideje a 2. kötetnek. Az igazság az, hogy ez 2021. decemberében már megjelent, csak ugye az akkori járványügyi korlátozások nem igazán tették lehetővé, hogy bemutatókat tartsunk. A szerzők nem akarták kockáztatni az olvasók életét, az olvasók meg a sajátjukét. Az eredeti Ábel, ugye a Tamásé, az csíkcsicsói származású, és érdekes módon a mostani generációknak a tetszését is nagyon elnyerte ez az Ábel trilógia. Ugye van 3 fiam, akiknek elolvastuk annak idején, amik kisebbek voltak, és annyira megszerették, pedig nagyrészt Budapesten nőttek fel, annyira tetszett nekik ez az Ábel figura, hogy a kisebbik folyamatosan rágta a fülemet, hogy apa, mikor viszel el Csíkcsicsóba. És kérdeztem, hogy hát mit keresnénk ott? Hát mondta, hogy meg akarja nézni, hogy Ábel hol született. És mondtam, hogy rendben, elviszlek, de nem kell azt gondolni, hogy ott most Ábel emlékekkel van tele, tehát az csak egy kitalált helyszín. És amikor elkezdtem írni ezeket a tárcákat, rögtön az elején arra gondoltam, hogy talán kellene egy központi figura, akinek a szemével látok és láttatok. És akkor jutott eszembe, hogy lényegében az én helyzetem igencsak hasonlít a Tamási Ábelének a helyzetéhez. Ugye a Tamási is felmegy a rengetegbe, megismeri a tágabb szülőföldet, az ottani embereket, aztán felmegy Kolozsvárra, elmegy az országba, ugye Ábel az országban, akkor ott ütközteti az elképzeléseit, meg a felfogását a nagyváros lakóinak a felfogásával, aztán meg kimegy Amerikába, és tulajdonképpen az én sorsom is hasonlít egy kicsit ehhez, ugye, hogy Székelyudvarhelyről elszármaztam, éltem Kolozsváron pár évet, aztán Szegeden, végül Budapesten kötöttem ki, és az ember soha nem tud máshoz viszonyítani dolgokat, mint ahhoz, azokhoz az élményekhez, amelyek közt ő szocializálódott. Tehát én itt nőttem fel, ugye a Székelyföldön, és nem csak az első 7 évet, hanem mondhatom az első 3 hét évet is,
Úgyhogy amivel találkoztam az országban, meg a nagyvilágban, azokat az élményeket nekem fel kellett dolgozni. És úgy gondoltam, hogy ezek olyan tanulságok, vagy olyan élmények, amik lehet, hogy nem csak engem érdekelnek. És akkor így született meg ez a gondolat, hogy Ábelt egy kicsit éltessük tovább. Megjegyzem, hogy a fiaim fel voltak háborodva, hogy csak három történet. Ugye mondták, hogy apa, és akkor mi a következő? Hát mondtam, hogy sajnos Tamás itt lezárta. Ez nem szappanopera. És utána úgy gondoltam, hogy végül is lehetne éltetni ezt a figurát 21. századi körülmények között, tehát a szituáció az analóg, és nyilván a téma meg a következmények, a következtetések azok mások. A primér szépirodalom művelőin túl persze szóhoz jutottak a műfordítók is. A háromszéki Szonda Szabolcs mellett, aki Florine Irimia egy regényét ültette át románra, a már megidézett Lövétei Lázár László is elmondta György Krecsun, Joan Grosan és Milcsányi Délcsú Román Triptikon című mini antológiája kapcsán, hogyan látja a mai erdélyi magyar írók kortárs román irodalomhoz való viszonyát. Megkérdeztem a tanáraimat, hogy kiket érdemes kell fordítani. Mármint az egyetemi tanáraimat. És ők a román 80-as nemzedéket javasolták, el is kezdtünk dolgozni velük a szövegeikkel. Még Szőcs Géza is fordított a Isten nyugtassa az őshelyőrségnek. Ezekből a szerzőkből is aztán ott ragadtam szerintem én is a műfordítás környékén, egy cseppet se bántam meg, azóta is javaslom az utóbbi időkben egyre gyakrabban a fiataloknak, hogy tessék műfordítással is foglalkozni. Tudnélik, a versírás is, meg a műfordítás is gyakorlatilag a nyelvvel foglalkozik. Tehát a magyar nyelv a fontos, a magyar mondata fontos. Sokkal jobban esik az embernek, hogyha saját művet tud írni, de minden nap nem lehet verset írni. Illetve lehetni lehet, de az olyan is. És hogyha nem megy a meló, akkor viszont érdemes fordítani. Ugyanúgy a magyar nyelve van baja az embernek, azzal kell bíbelődni, és műfordítás közben sem felejte legalább magyarul. A fiatal költők fordítói gyakorlatát látva, én azt gondolom, hogy ők is azért elég komolyan foglalkoznak a románokkal, sőt, tehát ugye a Serény Mómia utódlapja, amit most a Kolozsvári Helikonban Horváth Bencsi szerkeszt, az szinte minden lapszámba közöl fiatal román költőket. Meg ők egy kicsit másképp is ismerkednek most újabban, tehát nem csak külön magyar irodalmi és külön román irodalmi körök vannak, hanem ők össze is járnak. Ez a mi időnkben egyáltalán nem így volt. Mondom, én azért optimista vagyok ebbe a tekintetbe. A Versum Online is, ugye ami egy online műfordító portál, ott is folyamatosan közölnek fiatal román költőket a erdélyi magyar szerzők fordításába, meg az 1749.hu-n is gyakran találkozni, úgyhogy alapvetően is optimista vagyok, de ebben a kérdésben is. Persze nem minden irodalom, ami könyv. Pontosabban nem minden szép irodalom. Az udvarhelyi könyv ünnepen természetesen az értekező módszerek és a tudományos tartalmak is teret kaptak. A kor és helytörténet, a tudománytörténet, a matematika, a néprajz és még sok más terület kíváncsi olvasói találhatta kedvükre való szellemi táplálékot a standokon. Az illusztrált, interaktív olvasó találkozók pedig érthető módon szinte bőrközelbe hozták az érdeklődőket a tárgyhoz. Viszonylag későn, 2008-ban jelentek meg az első interjúk. Ugye 1990 után már
tanúi lehetünk annak, hogy ezt az osztályt nem sikerült felszámolni szándék szerint 1949-ben. És 90 után már jelei voltak annak, hogy van, aki visszaigényelje a földeket és a kastélyokat. Mégis az irodalom, ami róluk megjelent, az kevés. Tehát alig tudnék 2-3 olyan könyvet említeni, közöttük úttörő volt Gál Máriának a D.O. című könyve, vagy Mikó István Várállott most Kőhalom című könyve, Marosi Ildikónak az Örökbehagyott beszélgetés Tereki Mihállyal. És aztán ugye megalakult a Castellum Alapítvány, és igazából 2000 volt a 2000-es évek, amikor megjelent a teljes visszaszolgáltatásról rendelkező törvény, ami aztán igazán megnyitotta ezeket az embereket, hogy elhitték, és el tudtuk hinni mi magunk is, hogy van szándék arra, hogy itt valamiféle restitúció történjen. És akkor nem csak ezek az interjúk születtek, hanem utána aztán sorban jelentek meg a könyvek, de még mindig azt mondom, hogy én úttörő szerepet játszottam 2008-ban, különösképpen azzal a szándékkal, hogy a székelyföldi visszatelepedett történelmi családokat számba vegyük, és egy kis történelmi hátteret is bemutassunk, mert ez nagyon fontos volt, hogy azért a fejekben tiszta legyen az, hogy most mi is az a Báró apor család, és kik is voltak a Zaláni aporok, a köznemesi család, vagy ott van a Bánfi családnál a Grófi család, a Bárói család, és így sorolhatnánk. Tehát ezekben az interjúkban, lábjegyzetekben, vagy a beszélgetésben, a mesében bele van szőve a történelem. Ezek az elbeszélések hitelesítik is a történelmet. A udvarhelyszék, akkor az Ábrám falvi ugronok mindenképpen benne vannak természetesen több családon is keresztül. Na most hát Székelyföldön sok lenne, akikről beszélni, mert ugye itt a nemesi származás, vagy egyáltalán a székely társadalomnak a közösségi nemessége, az nagyon sok családot felhatalmazhatna arra, hogy szerepeljen egy ilyen könyvben. Most ebben részletesebben az Ugron család van benne. Ez az ága is a Szombatfalvinak mondják ők, az előnév az minden esetben Ábrámfalva. Illetve a Fiat falvi ág is benne van, tehát a keresztúrmelléki Ugron Pálnak és családja, aki ugye udvarhelyen volt, udvarhelyre is, Csíkba is. Több családot telepítettek le, az ő történetüket kevésbé ismerjük, de én jeleztem, hogy sok tennivaló van még, és hát bizonyára, hogy meg is születnek ezek a könyvek, vagy már megszülettek. Udvarhelyen azért többen foglalkoztak ezzel, maga kitelepített Komoróci család is, és szerencsére író emberek, úgyhogy foglalkoztak ezekkel a témákkal. Elég kulta, furcsa útat jártam be, sporttal kezdtem a birkozással, Lőnitz Márton történetével, utána átértem a helytörténethez, majd a tűzoltókkal foglalkoztam, most legutóbb egy helytörténeti kötetem, amely legutóbb megjelent. Tényleg sikernek örvendek, hogy amit tettem, azt jó, gondolom jól tettem, és a városért tettem. Az embereket érdekli, az udvari embereket, hogy mi volt itt, kik jártak előttünk, mit tettek ezért a városért, és gondolom azért van ez a kíváncsiság a könyvem irányába. Ez a legújabb kiadvány város épületeivel, személyiségeivel foglalkozik. Minden, ami történt a 20. század és a 21. században itt körülöttünk, ami már a múlté, de még van a jelenben valami belőle, és ezt meg kell őrizni. Azzal a cél, a szándékkal írom, hogy vigyázzunk rá. Amikor nekifogtam, akkor erre nem gondoltam, hogy milyen a kereslet, milyen az érdeklődés. Csak bíztam abban, hogy fogja az udvarhelyi embereket érdekelni, és nem csalódtam. Tényleg érdekli. Érdekli, hogy ki volt az az épület, kik laktak benne, mivel foglalkoztak. De az olvasóim biztatására gyűjtöttem egy kötetbe, és már azt látom, hogy nem volt rossz döntés.
A legrégebbi könyv, az aritmetikai feladatok megoldása, az azért nőtt nagyon a szívemhez, mert az 93 óta folyamatosan újabb-újabb kiadásokban jelenik meg, és azt már a tanítóképző liceum, meg a tanítóképző főiskola is használja, és valahogy már olyan meghonosodott a szakirodalomban nálunk, hiszen hiánypótló könyv az, mert ilyen jellegű könyv, hogy matematika módszertan nem igazán található. A logikai feladványok azok azért kedvesek számomra az olyan jellegű könyvek, mert meg vagyok győződve, hogy a matematikának az könnyebb és hatékonyabb elsajátítása véget, meg kell tanulni logikusan gondolkodni, és talán ez hiányzik a legjobban a mostani generációban, ahol ugye minden számítógépes, minden ilyen mesterséges, hogy a logikus gondolkodás, és ezt, hogyha ápoljuk és fejlesszük, akkor ezáltal fejlődni tud a matematikai gondolkodás is. Érdekesen születnek ezek a könyvek. Visszagondolok a legelső könyvemre, az aritmetikára, és a többire is hasonlóan. Úgy születnek, hogy egy bizonyos témakörben a foglalatosságomat egy olyan cikk formájában fogalmazom meg. És ezt a matematika lapnál közlöm, ottól már 1987 óta szerkesztőségi tag vagyok, és akkor valahogy úgy adódik, hogy na még ennek van egy folytatása. És akkor folyamatosan mind vannak folytatások, és akkor végül kialakul egy annyi, hogy ha most ezt szépen úgy mondjam, hogy felduzzasztom, akkor ez egy könyvben meg lehet jelentetni. És mindegyik könyv, ami érdekes módon azelőtt így kikísérleteződik, és akkor mindig, amikor így befejezek egy könyvet, akkor mindig látom, hogy na egy következő alkalommal ebből a témából. És akkor aztán most is például a legújabb könyvem egy olyan lesz, egy háromkötetes, hogy tippek, trükkök, ötletek a matematika feladatok megoldásához. És elején úgy kezdődött, hogy egy rovatot indítottam a matematika lapnál ezzel a címmel, hogy gyűjtsek olyan feladatokat, ahol nem közönségesen csak a megoldást látja a diák, hanem együtt bejárjuk azt az utat, hogy hogyan gondolkozunk. Tehát a Pólya György szemlélete alapján mondjuk ugyan heurisztikus és plauzibilis gondolkodásra bejárjuk azt az utat. És akkor elején úgy volt, hogy na hát akkor legyen a liceumnak. Na most annyi sok feladat összegyűlt, hogy akkor most megosztottam. Legyen akkor 9-10 külön, 11-12 külön. Na de hát akkor most nagyon hiányzik az, hogy az 5-8 miért mostoha. Na most akkor azoknak is legyen külön. És így akkor három kötetre valót most már elkezdek itt tervezgetni. Tehát ez így maga az a folyamat, ez úgy van, hogy úgy önmagát diktálja, szabályozza, rendszerez, és akkor abból így kikerülnek a témakörök. Az első könyvet 92-ben adtuk ki, azóta folyamatosan minden évben 10-15-20 címig új címet tudunk kiadni, attól függ, hogy a zsebünk vagy a kassa, hogy engedi, és még ott természetesen a támogatások is. Én úgy gondolom azóta úgy ugyan nehezebben eladhatók most a könyvek, de stabilizálódott egy olyan olvasó réteg, amelyiknek a könyv az fontos lett. Tehát nyilván nem elteltek a 30 ezeres példányszámokkor az lecsengett, de már van olyan réteg, fiatalok is, akik a valós könyvet, nem a digitális fogják a kezükbe, és szerintem ez biztató, hogy egy kisebb korlátozott példányszámban, jó minőségben előállított könyvnek továbbra is van jövője. Nehezebben eladhatók a könyvek, ezért minél közelebb kell hozni nyilván a vásárlóhoz. Minden könyv ünnepen, ami elég közel van ahhoz, hogy még megérje, elmegyünk. Tehát nekem a Kolozsváron nem nagyon éri meg Csíkszeredába felmenni 2-3 napra, mert nem tudok annyi bevételt generálni, annyi könyvet eladni, hogy a költségeimet fedezzem. Vásárhely addig, amíg elmegyünk, ugye nyilván az a legnagyobb, legrégebb és a legnagyobb könyvvásár, ott mindig nagyon sok könyvet el tudunk adni, de borzasztó nagyok a költségeink is. Nagy stand kell ahhoz, hogy sokat eladjunk, drága a rezsi, az ottani költségeink, de ezért minden nagy számba kell könyvet felvinni, már antikvár könyveket is viszünk ahhoz, hogy ezt tudni tudjuk. De ott vesznek a legtöbb könyvet. Ezt merem állítani. Az idén is csak egyik amódó másikba estünk, hogy milyen sok könyvet vittek el az emberek. Nem tőlünk, hanem úgy általában. Mindenki egy netz könyvvel ment ki a vásárról. Tehát ezt nem is akartam elhinni.
miközben hallok ilyen hangokat, sőt, ott a standonon ülő szerzőmtől, hogy már megvan hova az írott könyv, és ekközben látom, hogy viszik 10-15-ösével könyveket, addig úgy gondolom, nincs éppen olyan reménytelen helyzetben a könyv, még most sincs. A szerkesztői munkának ezek az arany momentumai, amikor a szerkesztő kimozdulhat a négy fal közül, és találkozhat a szerzőivel, illetve az olvasóival, és mi elég sokat pörgünk. A szerkesztőség mindig is ilyen volt, ennek az örökségét vettem át én, de én magam is ilyen vagyok, aki szeret menni és szeret közösség előtt lenni, és igazából ettől válik élővé egy lap, és ettől lehet megszólítani újabb olvasókat, akár fiatalabbakat is, középiskolákba is eljárunk például, tehát hogy nem csak a felnőtt közönséggel tartjuk a kapcsolatot, és néha szoktam azt mondani, hogy olyanok vagyunk, mint a vándorkereskedők, hogy vesszük a sátorfánkat, és városról városra, vásárról vásárra, közönségről közönségre járunk, és közben szinte csodálkozom, hogy akkor elkészül közben az újabb lapszám is. A prózaírás, a szép irodalom az egy gyenge ló mostanában. Tehát egy ütős SMS jó helyen, jó időben sokkal többet ér. Viszont azért ragaszkodni kell az olvasóhoz, és ahhoz is kell ragaszkodni, hogy tulajdonképpen krónikások is vagyunk. Tehát mi egy következő generációnak is írunk, nem csak a ma emberének, aki talán úgy elmegy a könyv mellett, hogy észre sem veszi. Hát azt jól látjuk, hogy 200-300-400 példányban hány és hány cím jelenik meg, és az adott közegben, az adott kiadói környezetben mindenki a legzseniálisabb író, a Nobel-díjnak a várományosa, akit 50 nyelvre fognak lefordítani. Tehát az érték az időben marad meg, illetve az időben látszik meg. Magát a könyvünnepet nem én találtam ki, csak aztán én kaptam azt a nemes feladatot, hogy összeállítsam a programot, meghívjam a kiadókat, meghívjam az előadókat, a fellépőket, az írókat, szerzőket, és igazság szerint én nagyon örömmel fogtam bele ennek, nagy újdonság volt nekem, nem csináltam még ilyesmit korábban, de nagy élmény volt. Sok izgulással és fejtöréssel járt, de nagyon élveztem csinálni. Önmagában a könyveknek a bemutatása az is egy szép dolog, de úgy éreztük, hogy mi lenne, hogyha ezt egy picit összekötnénk, kicsit kiegészítenénk egyéb dologgal, és itt akár a gasztronómiát is vehetjük, hisz arra kértük a helyi vállalkozókat, hogy olyan gasztronómiai elemeket hozzanak erre a könyvünnepre, amik különlegesek. Nem az, hogy ismeretlenek, hanem különlegesek, nem szokványosak. Ilyen például a lövétei kókós lepény például, ami rendkívül finom és különleges édességnek számít. De ha azt mondom, hogy ez a morzsolt főtt kukorica, ezt is ritkán lehet vásárokban megkóstolni, ez most nálunk ugye hozzáférhető volt. Vagy a csodálatosan kinéző, gyönyörű piros cukormázas alma például, ami egy vásári különlegesség. Vagy a sült gesztenye és annak az illata. Hát nem mondom, hogy mi a szelíd gesztenye vidéke vagyunk itt a Székelyudvarhelyen, de igenis az ünnepnek a része tud lenni egy gesztenye illat például. De mondok még egy másik érdekességet is, hisz ebben a mi épületünkben most valóban zsúfoltság van, és az egyetlen egy kategória, akit nem tudunk most befogadni, az a kisgyerekeknek a jelenléte. Hisz minden terünk, legyen az a gyerekkönyvtári rész, vagy az ifjúsági rész, vagy a szép irodalom, minden be van lakva ebben a percben. Ezért segítséget kértünk egy közeli és nemrég elindult vállalkozás, a központtól, ahol ebben az időszakban gyerekprogramok vannak különböző korosztályoknak. És azok a szülők, akik el szeretnének látogatni hozzánk, elvihetik a gyerekeiket oda, és biztonságban hagyhatják ott, és utána eljönnek, itt részt vesznek a különböző programokon, válogatnak a könyvek közül, elfogadnak vagy elfogyasznak egy kávét az irodalmi kávézóban, még egy kis jazzt is hallgathatnak, és utána ugye közösen mehetnek haza a gyerekekkel, tehát erre is van lehetőség. Thank you.